A szót, államtitkár úr, elsősorban egy szakmai politikai kérdéssel fordulok most önhöz, és kérem, legyen közvetítő, és ne politikai választ adjon nekünk most, hanem legyen közvetítő abban, hogy a helyiek problémája eljusson a szakállamtitkár úrhoz. Pincei térség egészségügyi ellátási problémájával fordulok ismét önökhöz. A pincei kórháztól elvették ugye az aktív ágyakat, és számos szakrendelés is megszűnt. Azt az ígéretet kapták az itt élők, hogy legalább fizikoterápiai rendelésük újraindulhat, de ez is elmaradt. Az annó jó hírük is szülészettel, sebészettel, belgyógyászattal rendelkezett. A környékbeli kis településen élők bizalommal fordultak az itt dolgozókhoz, elérhető távolságban volt ez a kis kórház. Mára ebből semmi sem maradt. Reumatológiára az idős emberek az elmúlt időszakban Tamásiba járhattak át. Ahova a környékbeli zsáktelepülésekben élők is csak átszállással, várakozással juthattak el. Sokaknak ez akár egy félnapos tortúra is lehetett. December 1-ével viszont Tamásiban is megszűnik a reumatológiai szakrendelés, így a környékbeli lakosoknak már egy teljes napos utazgatással lesz majd lehetősége megkapni a kezeléseket és az ellátást. Hol van itt az idősek tisztelete, amire önök mindig hivatkoznak? Hol van itt a Pincelhely környékén élők tisztelete? Mit üzen a miniszter úr Ozorai, Fürgedi, Regői, Belecskai, Udvardi, Miszlai, Tolna-Némedi, Pincelyi, Nagyszékei és Kisszékei lakosoknak? Ez rengeteg ember, államtitkár úr. Nekik nem jár az elérhető egészségügy, az elérhető reumatológiai kezelés. A kis településen élők idős emberek és sokszor nem túl jó módú emberek. Úgy néz ki most az ő egészségükről lemond a kormány. Akinek nincs autója, az nem fog tudni elmenni egy ilyen kezelésre. Várom válaszukat, és tényleg kérem, államtitkár úr, szakmai választ adjon ebben. És ha kell, akkor fogadják a minisztériumba ezeket az embereket, akik el tudják mondani a helyi problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő asszony, tisztelt ház. Válasz olyan lesz, mint az ön kérdése. Ön mit üzen az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet egykori betegeinek? Ön mit üzen az Országos Gyógyintézeti Központ egykori betegeinek? Ön mit üzen a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődés Neurológiai Intézet egykori betegeinek? Ön mit üzen az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet egykori betegeinek? Ezek képviselőasszony olyan kórházak, amelyeket önök zártak be teljes mértékben és véglegesen, működtek, nagy igény volt a tevékenységükre, és mégis bezárták őket, amelyeket a mondjuk fővárosi önkormányzata, Demszky Gáborral közösen zártak be, azokat nem is tettem emellé. Ehhez képest mi igyekeztünk nem csak a nagyvárosokban, hanem a kis településen élő emberek számára is minél jobb minőségű egészségügyi ellátást biztosítani. Például az ön által hozott pincehelyi ellátás ügyében, amely a Dombóvári Szent Lukács kórháznak a működtetésében működik most már évek óta. Ennek a telephelynek a fejlesztésére, korszerűsítésére 190 millió forintot fordítottunk. Azzal szemben, ami az önök előbb felsorolt kórházakkal szembeni tevékenysége volt, a bezárás, ezzel szemben mi pincehelyen igyekeztünk mindenkinek, amit csak lehet megadni, és ezért 190 millió forint értékű fejlesztést odavinni, pontosan azért, hogy az épület egyik szárnyát teljes körűen fel lehessen újítani, és ennek következtében az ottani betegek is most már 21. századi körülmények között tudjanak abban az épület szárnyban gyógyulni, és minden igényt kielégítsenek ott az infrastruktúrális körülmények, és minden mellett új kis beszerzésre kerülhessenek. Így a környékbeli beteg lakosság számára járóbeteg szakrendelések közül belgyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyászat, vérvétel révén továbbra is rendelkezésre álljanak ezek a közszolgáltatások, melyek többségén egyébként az országos átlagtól messze elmaradó a betegforgalom, ami ott helyben tapasztalható. Amit lehet, mi szeretnénk a pincelyeknek is megadni, ellentétben azzal, amit önök műveltek. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót Helinges Anita képviselőasszonynak. Parancsoljon, képviselő. Tudja, államtitkár úr, a Pincei környékén élő emberek nem a politikai acsarkodásainkra kíváncsiak, nem az elmúlt 8 évezésre kíváncsiak, arra kíváncsiak, hogy megoldjuk-e a problémájukat, fölül tudunk-e emelkedni pártpolitikai kérdéseken, fölül tudunk-e emelkedni azon, aminek ön most nem sikerült felül emelkednie. A Pincei környékén élők azt kérdezik, hogy mégis ők hogy jussanak el egy reumatológiai szakrendelésre Dombóvárra, vagy akár Szekszárdra, ahova beutalják őket. Ez egy egész napos utazgatás. Én értem, hogy eddig az volt a válasz, hogy Tamásiba át tudnak jutni,
futni, hiszen az 15 km maximum egyes településekről, de a legtöbbször ez légvonalba 15 km, és sok esetben pincei átszállással történhet meg. Egy idős ember számára ez majdnem lehetetlen tortúrát jelent. Kérem, lassan itt a karácsony, lépjünk felül a pártpolitikán. Fogadja a pincei delegációt az államtitkár úr, a szakállamtitkár úr, fogadja őket, én megadom az elérhetőségeiket, beszéljék meg szakmai alapon, ha már önnel nem lehetett. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg államtitkár urat, önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőasszony, hogyha a pincelyek szeretnének egy delegációval, az ottani kórházból, orvosokkal, vezetőkkel vagy lakosokkal együtt menni, mindig is nyitott kapujuk volt, nem lesz ez másként a következőkben sem. Viszont akkor, amikor önök is gyerekek és felnőtt betegek tízezreiről döntöttek, akkor valahogy ez a lelkiismeretesség nem volt önökre jellemző. Tudja, a politika sok szempontból hitelességi kérdés, hogy hiteles-e az az ember, aki egy olyan pártot képvisel, amely csak Budapesten pár év alatt bezárt 5 kórházat, és most pedig, amikor ellenzékben van, akkor elkezd aggódni egy másik kórházért. Mi igyekeztünk vidéken is sok iskolát, sok kórházat megmenteni, nem csak megmenteni, korszerűsíteni, az állami fenntartásban a működését garantálni, hogy amire elegendő betegszám van egyik-másik kisebb kórházban, az is megmaradjon, és nem csak vizidíjban és hasonlókban gondolkoztunk önökkel szemben. És idén év végén is az a pénzösszeg, amit felszabadítottunk a kórházak számára, az önök kórházai számára ott a megyében is, a térségben is nagy lehetőséget, segítséget ad. 45 plusz 15 milliárd forint, 45 milliárd forint a lejárt szállítói tartozásokra, és további 15 milliárd forint pedig hatékonyság növelő különböző kiadásokra. Ez egy érezhető segítség, érzékelhető segítség, amely minden a legkisebb magyar kórházakhoz is el fog jutni. Köszönöm szépen!